Itt a bejárat a valódi jégbarlangba. Nagyon hideg van. Folyamatosan figyelj a kötélre. Összeszedtem a kötelet, és ezen a ponton már nem volt visszaút. Ránéztem ennek a lyuknak a kijáratára, és nem tudtam elképzelni, hogyan fogom átpréselni rajta a testemet. És ahogy megpróbáltam, teljesen beragadtam. A kötelek nagyjából 4,5 méter magasan voltak. Akárhányszor megpróbáltad őket elérni, lecsúszott róluk a kezed. Halló, halló, van ott valaki? Ha van bárki is a barlangban, annak hallania kell. A barlang a bolondját járatta velünk. Sehogy sem tudtunk tüzet rakni. Kitéptem a hajamat, hogy azt gyújtsuk meg. Mi van, ha nem érnek ide időben? Akkor csak holtesteket fognak kivonszolni innen. A teljes súlyommal ránehezettem, hogy fentebb tudjak lépni, de leestem. Egyenesen afelé a lyuk felé tartott, amelyből az előbb másztunk ki. Ha nem jutunk ki innen a következő 8 órában, akkor nem fogjuk túlélni. Spencer Christiansen vagyok, szeretek szabadban lenni. Jessica a feleségem, és van egy lányunk, Aurora. Jessica vagyok. Szinte mindent kipróbálunk. Sziklamászást, kajakozást, sokat túrázunk, úszunk. Bármilyen kalandot is találunk, mi belevágunk. Valahol hallottam a Darby barlang rendszerről. Elkezdtem utána nézni az interneten. Az a kevés információ, melyet találtam, izgatottá tett, mert nem volt túl hosszú. Tele volt jéggel és nagyon mély volt, ezért sok ereszkedést kellett végezni, és sok felszerelés kellett hozzá. Szóval rögtön megtetszett. Véletlenül az fogott meg, hogy ez egy jó kis kaland lesz, de nem lesz semmi olyan őrültség, amit korábban ne csináltunk volna. Elmondtam a szüleimnek, hová megyünk. Együtt ebédeltünk, majd Aurora velük maradt. Emellett mondtam még nekik, hogy most viszont egyedül megyünk. Rendkívül fontos, hogy legyen tervünk, ha olyasmit csinálunk, ami extrémnek vagy veszélyesnek számít. Az is fontos, hogy szóljunk róla, mikor tervezünk bemenni és mikor tervezünk kijönni. A terv jelentheti a különbséget élet és halál között. Jess szólt az anyukájának, hogy ha nem hallanak felőlünk holnap éjfélig, akkor hívja a hatóságokat, a mentőcsapatokat, mert valami gond van. Ezek után együtt töltöttük az estét, randiztunk egyet, majd a következő reggel elindultunk a hegyhez. Nagyjából 2 órát kellett menni kocsival a barlangig onnan, ahol lakunk. Majd jött egy 8 kilométeres túra a bejáratig. Reggel 7 körül érkeztünk meg, kipakoltuk az összes holminkat, becsomagoltuk a hátizsákokat és mindent ellenőriztünk. Amikor az interneten nézegettük, úgy tűnt, hogy kb. 11 kilométert kell gyalogolnunk a barlangig, de valójában 2 órán belül már ott voltunk. Szóval nem tartott sokáig az út. Közben 4-5 csoporttal is találkoztunk felfelé menet. Gyakori túraútvonalról van szó. Az emberek elmennek megnézni a Windcave-et, amely annak a barlangnak a kijárata, ahová mi mentünk. A barlang bejárata egy hatalmas szikla mögött volt. Igazából nem is lehetett látni, amíg ott nem voltál, közvetlenül előtte. Mire Spencer és Jessica eléri a barlang bejáratát, már nagyjából dél van. Itt a bejárat a valódi jégbarlangba. Nagyon hideg van. Már fáradtak voltunk, és fogytán volt az energiánk. Éhesek is voltunk. Úgy döntöttünk, megállunk, szünetet tartunk, megebédelünk, és eldöntjük, hogyan tovább. Kellett némi energia ahhoz, hogy rávegyük magunkat, és felfedezzük a barlang száját. Azon a ponton kérdések merültek fel bennem. Odakint olyan 30 fok lehetett, de amint beléptél a barlangba, már 0 fok alatt volt a hőmérséklet. Eközben pedig folyamatosan jéghideg szél fújt az arcodba. De gyönyörű volt. Én viszont még izgultam egy kicsit, ezért kimentünk, hogy megbeszéljük az egészet. Spencer végül azonban rábeszélt, szóval felvettük a felszerelést, a kabátot, majd nekiindultunk. A bejárat hatalmas. Rendkívüli módon izgatott voltam. Egy fagyott folyóról van szó a föld alatt, amely 3 szintre folyik le.
Nem hittünk a szemünknek, annyira szép volt minden. Miközben mentünk lefelé. Aztán elértünk az első ereszkedési ponthoz. Kötélen kellett lemennünk ezen a jégcsúszdaszerű lejtőn. Tudtuk, hogy ha itt lemegyünk, azzal elköteleztük magunkat, végig kell mennünk a barlangon, mert komoly munka lett volna visszamászni. Szóval inkább megálltunk előtte, és mindent újra átbeszéltünk. Alig hiszem el, milyen nagy ez a barlang. Most jön az első ereszkedés. Letérdeljek. Igen, háttal, aztán kezd lefelé csúszni a fenekeden. Pont így. Emlékezz, biztosítsd a kötelet. Először biztosítsd a féket, most pedig lassan engedd fel. Hagyd, hogy a térded vizes legyen. Nagyon szép, nagyon jól csinálod. Ahogy Jessica és Spencer leereszkednek az első szakadékba, a jég és a lejtő meredeksége miatt tudják, hogy nincs visszaút. Ezek után már muszáj lesz felfedezniük a barlangot, legyen előttük bármilyen akadály. Az első még kisebb volt, csak térdepelsz, kapaszkodsz a falakba, és óvatosan lemész. Nem volt benne szegecs. Szóval én mentem le elsőnek. Inkább voltam én az első, mint az utolsó. Ha valami baj történik, akkor tudtam, hogy Spencer elég erős ahhoz, hogy felhúzzon. Ez egyfajta közös megegyezés nálunk, mert én így figyelhetem a felszerelését. Jóval régebb óta mászok sziklákat, mint ő. Akárhányszor mászásra készülünk, megnézem a karabinereket, a biztosító eszközét, hogy miként fog leereszkedni, a kötél nincs-e megcsavarodva, és ehhez hasonlók. Mindig segítek neki, ez pedig segít neki magabiztosabbnak lenni. Lementünk az első szakadékon, és mielőtt még leszedtük volna a kötelet, egymásra néztünk, hogy akarjuk-e folytatni. Tényleg megcsináljuk? Végül úgy határoztunk, igen, folytassuk, nagyszerű lesz. Összeszedtem a kötelet, és azon a ponton már nem fordulhattunk vissza. Majd jött a második ereszkedés. Olyan volt, mint az első, csak sokkal meredekebb és hosszabb. 10-12 méteres lehetett, egy nagy vízesés volt a föld alatt. A következő igazán nagy. Használod a szegecseket, a kötelet, és lemész. Majd jön a következő, ami még nagyobb. A szépség viszont letaglózó, így nem gondolsz annyit a félelemre. Nincsenek jelölések vagy hasonlók, csak a bevert szegecseket követik. Csak az adott magabiztosságot a barlangban, hogy fújt a szél és mozgott a levegő. Amíg a szél az arcunkba fújt, tudtuk, hogy a jó irányba tartunk. Aztán végre találtunk egy helyet, ahol volt jelölés. Találtunk egy apró átjárót, a lyuk körül pedig volt egy csomó írás és egy nyíl. Egy rózsaszín nyíl volt, ami pont a lyukra mutatott. Tudtuk, hogy az lesz a bejárat. Úgy döntöttünk, átmászunk rajta. Ő ment először. A felszerelésével együtt átpréselte magát, majd szólt nekem, hogy jöhetek, aztán én is levettem a hátizsákom és magam előtt toltam. Az alagút rendkívül szűk volt. A kezeden és a térdeden kezded, majd jön a kezed, a mellkasod és a hasad. Aztán a karodat az arcod mellé kell tenned, miközben kúszol és tolod a felszerelésedet, és ez ismétlődött folyamatosan. Extrém szűk volt. Ezért szóltam, hogy hey baby, Jess, ott vagy? Ő elég közel volt ahhoz, hogy lássa a hátizsákomat. Benyúlt és megfogta azt. A legintenzívebb rész pedig most jött, mert ránéztem ennek a lyuknak a kijáratára, és nem tudtam elképzelni, hogyan fogom átpréselni rajta a testemet. Ő egy 180 centis, 100 kilós testépítő, szóval nagy darab. Én nagyjából rendben voltam az alagútban, amely hosszú volt. Csak úszba lehetett átmenni rajta. És ez én vagyok. Én nem vagyok túl nagy. Spencernek minden felszerelését le kellett vennie, és nekem kellett őket átvinnem. Szerintem vagy négyszer mászhattam át az alagúton, mire Spencer úgy döntött, megpróbál átjönni rajta. Így is tele voltam adrenalinnal, mert tudtam, hogy nem mehetek vissza. Levettem a sisakomat, ami jól esett, mert így levegő érte a fejemet. Odaadtam neki a sisakot, és eldöntöttem, hogy oké, mindent beleadok. Benyomom a vállamat, majd olyan erősen nyomtam, ahogy csak tudtam, és akkor nem lesz gond. És ahogy megpróbáltam, teljesen beragadtam. Valahol hallottam a Darby barlangrendszerről. Elkezdtem utána nézni az interneten.
Szinte mindent kipróbálunk. Bármilyen kalandot is találunk, mi belevágunk. Most viszont egyedül megyünk. Ha nem hallanak felőlünk holnap éjfélig, akkor hívja a hatóságokat, a mentőcsapatokat, mert valami gond van. Nem is lehetett látni a bejáratot, amíg ott nem voltál előtte. Itt a bejárat a valódi jégbarlangban nagyon hideg van. Amint beléptél a barlangba, már 0 fok alatt volt a hőmérséklet. Elközben pedig folyamatosan jéghideg szél fújt az arcodba. Alig hiszem el, milyen nagy ez a barlang. Most jön az első ereszkedés. Letérdeljek? Tudtuk, hogyha itt lemegyünk, azzal elköteleztük magunkat, végig kell mennünk a barlangon. Aztán végre találtunk egy helyet, ahol volt jelölés. Találtunk egy apró átjárót, úgy döntöttünk, átmászunk rajta. Ő ment először. Hosszú alagút volt. Csak kúszva lehetett átmenni rajta. Az alagút szűk volt. Már így is tele voltam adrenalinnal, mert tudtam, hogy nem mehetek vissza. Olyan erősen nyomtam, ahogy tudtam, és akkor nem lesz gond. Ahogy megpróbáltam, teljesen beragadtam. Pánikolni kezdtem. Amint éreztem, hogy megjön a pánik, megkapaszkodtam a körülöttem lévő kövekben, még a lábammal is, és visszahúztam magam az alagútba. Mondtam Jessnek, hogy nem férek át. Beszorultam, jó néhány másodpercig be voltam szorulva, ő viszont mondta, hogy de igen, átférek, valahogy megoldjuk. Ezért újra megpróbáltam, rettegtem, hogy újra beszorulok. Beerőszakoltam magam, de megint beragadtam. Megint kiszabadultam, és mondtam Jessnek, hogy el kell kezdenie ásni, vagy valami. A kövek azonban nem voltak lazák. Fogott egy követ, és azzal kezdte elmozdítani a többi követ. Egy picit hátrébb ment, én pedig a kezemmel olyan sok földet próbáltam kiásni, amennyit csak tudtam. Sikerült talán pár centivel elmozdítani a dolgokat. Azon a ponton ennyire volt csak szükségem, mert mindent beleadtam. A kezem és a lábam segítségével végre átfurakodtam a lyukon. Lehorzsoltam a karomat, az oldalamat, mert annyira szűk volt a hely. Időbe telt, mire összeszedtem magam. Muszáj volt őt lenyugtatnom. Nagyon-nagyon félt. Szinte már pánikrohama volt. Spencer és Jessica már 5 órája vannak a barlangban. Egy vízeséshez érve úgy döntenek, megpihennek egy picit, mielőtt folytatnák az utat. A vízesés gyönyörű volt. Egy nagy vízesés volt a föld alatt. Megálltunk, lefotóztuk és körbenéztünk, hogy merre tovább. Itt is szűk volt azonban a hely, és egyértelmű volt, hogy a víz utat tört magának. Végül úgy határoztunk, követni fogjuk a folyót. Több órát haladtunk cikcakban, mivel próbáltunk nem belelépni a vízbe, de lehetetlen volt elkerülni, mert egy folyón mentünk át. A végén már nem éreztük a lábunkat. Elkezdtünk amiatt is aggódni, hogy mennyi ideig fog ez még tartani. Körbenéztünk nyomokat keresve. Azt kérdezgettük, hogy túl messzire mentünk volna. A videókon nem tűnt ilyen hosszúnak. Spencer azt olvasta, csak pár száz méter az egész. Mi viszont már több órája voltunk bent, mint szerintünk kellett volna. Ez komoly problémát jelentett. Az összes információ alapján, melyet kaptunk, amelyet megnéztünk vagy megkérdeztünk, nem lehetett hosszabb pár kilométernél. Mi érzésre legalább 5 kilométert mentünk már. Azt gondoltuk, nem sokára kint leszünk. Ahogy a folyó jobbra fordul, a barlang egyre kisebb lett. Elkezdett minket összenyomni. Folyamatosan figyelünk, hogy mégis hol lehet a kiárat. Ekkor felnéztem és megláttam egy hasadékot. Volt rajta valami írás, amelyet sprével fújtak rá. Az állt rajta, hogy P17. Hű, mondom, végre valami fizikai bizonyíték. Ezt ember írta oda, szóval jó irányba megyünk. Ez jót jelenthet. Elkezdtünk a felirat felé kúszni, és ahogy átpréseltük magunkat a kis hasadékon, egy nagyobb helyiségbe jutottunk, ahol végre fel tudtunk állni. Nagyon izgatottak lettünk. Megtaláltuk a következő kiáratot, jó úton járunk. Igazából egy vízes üreg volt, amely egy újabb vízesés alatt található. Megláttunk azonban 2 felfelé vezető kötelet. Látni a köteleket jó jel volt. Egyértelmű, hogy emberek jártak ide lent, volt egy lyuk és néhány eszköz, hogy felmászhass. Az előzetes kutakodás alapján az egyik, ami folyton előjött, az volt, hogy van egy 8-9 méteres mászás, amely kijuttat minket a barlangból. Úgy képzeltük, ez a következő kiút. A kutatásaink során rátaláltunk az úgynevezett Crutch Lake-re.
Ez a netes leírások és különböző cikkek alapján egy olyan része volt a barlangnak, ahol derékigérő vízben kellett menni. Amikor azonban átvágtunk a folyón, háromszor, négyszer is csináltunk ilyet. A víz összegyűlt bizonyos helyeken, és ilyenkor derékigért. Úgy voltunk vele, már régen túl vagyunk a Crutch Lake-en. Izgalmas, hogy milyen messzire jutottunk. Azt gondoltuk, ez lesz az utolsó kis mászás. Csak megmásszuk ezt a 8 métert, és kint is leszünk. Ennek a két kötélnek kellett jelenteni a kijutat. A gond viszont az volt, hogy a kötelek 4,5 méter magasan voltak. Nem értük el őket. Ráadásul meg kellett másznod a kötelet. A saját testsúlyodat kellett felhúznod rajta. Körülbelül 9-10 métert kellett volna mászni, mire elérjük a vízesés tetejét. Folyamatosan eláztunk, fagyos volt a levegő odalent. Két órán át próbálkoztunk azzal, hogy elérjük a köteleket, de nem sikerült. Megkapaszkodtam, majd megpróbáltam elérni a következő sziklát, hogy kimászhassak, de nem éreztem az ujjaim. Már nem tudtam felhúzni magam. Ha megpróbáltál felnyúlni oda, annyira mohás és fagyos volt, hogy a kezed egyből lecsúszott. Aztán ránéztünk a kötélre, és észrevettem, hogy a fejlámpám kezd elhalványulni és villódzni. Amint azonban éreztem, hogy megjön a pánik, megkapaszkodtam a körülöttem lévő kövekben, még a lábammal is, és visszahúztam magam az alagútba. Mondtam Jessnek, hogy nem férek át. Én pedig a kezemmel olyan sok földet próbáltam kiásni, amennyit csak tudtam. Mindent beleadtam. A kezem és a lábam segítségével végre átfurakodtam magam a lyukon. Nagyon-nagyon félt. Körbenéztünk, hogy merre tovább. Órák óta voltunk a vízben, így a végén már nem éreztük a lábunkat. Azt kérdezgettük, hogy túl messzire mentünk volna. Felnéztem, és megláttam egy hasadékot. Átpréseltük magunkat rajta, és egy nagyobb helyiségbe jutottunk, ahol végre fel tudtunk állni. Igazából egy vízes üreg volt, amely egy újabb vízesés alatt található. Megláttunk azonban két felfelé vezető kötelet. Azt gondoltuk, ez lesz az utolsó mászás. Megmásszuk ezt a 8 métert, és kint is leszünk. A kötelek 4,5 méter magasan voltak, nem értük el őket. Két órán át próbálkoztunk azzal, hogy elérjük a köteleket, de nem sikerült. Ha megpróbáltál felnyúlni oda, a kezed egyből lecsúszott. Aztán ránéztünk a kötélre, és észrevettem, hogy a fejlámpám elkezd halványolni és villódzni. Aztán megnéztük az időt, és már éjfél volt. Azt mondtam az anyukámnak, hogy ha nem hívjuk fel őt éjfélig, akkor értesítse a mentőcsapatokat. Kicsit aggódtam, mert nem éreztem magam csapdába esve, vagy hogy nincs kiút, így viszont anyukám izgulni fog értünk, és segítséget fog hívni, miközben nem is volt rá szükségünk. Megpróbáltunk felmelegedni, de ez csak még több erőfeszítésbe került, mert közben már nagyon fáztunk. Az összes szemetünket meggyújtottuk. Az ebből származó füst viszont nem szállt semmilyen specifikus irányba. Jesse és én elkezdtük körbejárni az üreget, hogy lássuk, merre is kell mennünk pontosan. Én megint a kezemen és a térdemen kúsztam, hogy ismét eljussak a vízig, mert emlékszem, hogy a földön és a homokban láttam pár új lenyomatot, szóval jártak itt emberek korábban. Úgyhogy meg akartam nézni. Megkérdőjelezed a helyzeted, mert sziklák vannak feletted. A víz pedig a derekadig ér. Szóval semmit sem látsz. Nem látod, merre mész a vízben. Egy hosszú és sötét alagút volt. Spencer óvatosan besétált a vízbe, hogy megnézze. Az viszont egyre magasabb lett, míg a lábunk alatt kezdett megszűnni a talaj. Már a mellkasáig ért a víz, szóval tudtuk, hogy ez nem lehet a kijárat. A legjobb lehetőséget a kötelek adták. Az az egyetlen logikus kiút. A hasadékon azonban egy vízesés folyt át, és a dőlése kedvezőtlen volt. Nem egy sima, függőleges falról volt szó, nem könnyítette meg semmi a dolgunkat. Párszor megpróbáltuk, hogy egyáltalán meg tudunk-e kapaszkodni a sziklában, azt viszont sár és víz borította, szóval nem tudtunk rendesen belekapaszkodni. Elölmászással próbálkoztunk, de már az első pár lépés után lehetetlen volt rendesen megkapaszkodni. Úgy döntöttem, a vállaimmal emelem őt fel. Ha ez sikerül, elérheti a kötelet, ráakaszthatja a karabinert, és akkor lassacskán elindulhat felfelé. Amint megfogta a kötelet, különböző irányokba kezdett forogni, miközben én próbáltam stabilan tartani.
Szabadon lógott viszont a kötélen, így minél tovább tartotta ezt a csúszós vizes kötelet, annál jobban csúszott lefelé, és annál kevésbé tudta irányítani a mászást. 2 órán át próbálkoztunk azzal, hogy elérjük a köteleket, de nem sikerült. Megkapaszkodtam és megpróbáltam elérni a következő sziklát, hogy felmászhassunk. Néhány további próbálkozás után viszont teljesen elásztunk. Úgy voltunk vele, hogy az anyukám már biztosan hívta a mentőcsapatokat. Nem volt elég energiánk, túlságosan is fáztunk. Mérlegelni kellett a lehetőségeket. Tényleg fel tudunk jutni, vagy csak a kiülést kockáztatjuk? Ezen a ponton kérdéses volt minden. Nem éreztük a lábunkat, az ujjaink zsibbadtak. Ránéztem az órára, és hajnali 3-4, majd 5 óra lett. Eldöntöttük, hogy megpróbálunk újra tüzet gyújtani, de nem volt mit elégetnünk. Ezen a ponton már remegtünk, vacogtunk, és el voltunk ázva a sok próbálkozás miatt, hogy kijussunk. Elhatároztuk, hogy jobb elégetni pár holminkat, mint fázni. Leástunk a hátizsákunk mélyére, és előhoztuk a sapkámat, Jess sapkáját, amit csak találtunk, mindent. Csak 45 percet akartunk adódni, hogy összetudjuk szedni magunkat, és újra megpróbáljunk kimászni. Akárhányszor megpróbáltuk, viszont mindig felébredtünk, mert dideregtünk. És annyira fáztunk, hogy a lábfejünk már égett. Már túl voltunk azon, hogy nem éreztük őket. Mindenünk fájt. Az új begyem is fájt, ha hozzáértem valamihez. Nem tudtam meggyújtani az öngyújtót, nem tudtam kibontani a proteinszeletet, semmit sem tudtam tenni. A hipotermiának része a reszketés, majd a koordináció elvesztése és végül az ájulás. Volt, amikor azt gondoltam, country zenét hallottam odalentről. Ébren tartott, és felkeltem, majd kiabálni kezdtem. Van itt valaki? Van még itt lent valaki? Ordítottam, fújtam a sípomat, szirénáztam, de semmi. Nem jött válasz. A barlang a bolondját járatta velünk. Úgy éreztük, a testhőnk elhagy minket, ezért nem hagytuk magunkat elaludni. Volt, amikor szorosan átöleltük egymást, de aztán hirtelen arra ébredtünk, hogy túlságosan fázunk. Rájöttünk, hogy ez veszélyes. A hipotermia fog győzni, és ezt nem hagyhatjuk. Jess ezért eldöntötte, hogy valahogy túl kell élnünk. Álljunk fel és mozogjunk. Meg kell mozgatni a testünket, hogy áramoljon a hő. Ezen a ponton úgy határoztunk, hogy ez egy biztonságos hely. Egy megjelölt terület volt, ahol megálltunk. És tudtuk, hogy ha meg akarjuk várni a mentőcsapatot, akkor egy megjelölt helyen kell lennünk. Miután tehát órákig próbálkoztunk a kimászással, tudtuk, hogy jobb, ha várakozunk, mert továbbra is kérdőjeles volt, hogy nem mentünk-e túl messzire. Hajnali 5 óra volt, nem aludtunk, mert féltünk, hogy ha az egyikünk elalszik, akkor nem fog már felkelni, mivel annyira dermesztően hideg volt. Spencer elég rosszul volt, belement abba a mély vízbe, amely a mellkasáig ért, és itt nem lehetett megszáradni. Megpróbálhatsz tüzet rakni, de már nem volt mit elégetni. Volt egy síp a hátizsákon, nálam volt a kézi adóvevő. Oda mentünk a barlang legnagyobb részére, majd kiabálni kezdtünk, hogy van ott valaki? Kiabáltam, nyomkodtam a vészjelző gombot, Jess pedig 3-szor fújt bele a sípba, hát ha kapunk valami választ. Ha van még valaki a barlangban, annak ezt hallania kell. A lehető legnagyobb zajt csaptuk. Ezt 20-30 percenként megismételtük órákon át. Akárhányszor megfújtuk a sípot, nem érkezett rá válasz. Egyre jobban elkeseredtünk. Ekkorra már olyan szinten remegtünk, hogy vagy eljön értünk a halál, vagy megmentenek minket, vagy kimászunk. Ez a 3 lehetőség volt. Tüzet kellett még egyszer raknunk. Kellett hozzá egy pici erő. Semmit sem találtunk, amit meggyújthattunk volna. Végül a hajamat téptem ki, hogy meg tudjuk gyújtani az öngyújtóval. Eleget sikerült viszont kitépnem ahhoz, hogy legyen egy pici tűz. Azt beszéltük, hogy ha nem jutunk ki innen a következő 8 órában, nem éljük túl. Az idő ellen versenyzünk, de ha egy helyben maradunk, akkor a mentőcsapatok megtalálnak minket. Szóval azon tanakodtunk, itt maradunk-e és várunk. Mi van, ha nem érnek ide időben? Akkor csak holttesteket fognak kivonszolni innen. Ebben egészen biztosak voltunk. Eldöntöttük, hogy mindent elégetünk, amink maradt, ami lényegében csak némi szemét volt. Levesszük a cipőnket, felmelegítjük a lábunkat, a kezünket, és megesszük a maradék ételünket. Mindent beleadunk, és ki fogunk innen jutni. Megfogtam a felszerelést, mindent kipakoltam.
Egy másik lehetőséget kerestem. Próbáltam különböző csigarendszerekre gondolni, vagy van kötelünk, karabinerek, sziklamászó felszerelésünk. Kikkel találnunk valamit az erőnkhöz mérten? Egyetlen lehetőségünk maradt. Bakot tartottam Jessica-nak, majd mondtam, hogy kössön csomót az egyik kötélen, aztán a másikon, tegye bele a lábát, majd kezdje el felhúzni magát a csigarendszerrel. Ez működni kezdett. Az volt viszont a probléma, hogy a kötelek megcsavarodtak. De mondtam neki, hogy maradjon nyugodt. És végül is jól csinálta. 45 perccel később sikerült neki felérnie, majd odakúszott a lyukhoz. Izgalmas volt, mert végre sikerült az, amivel egész éjszaka próbálkoztunk. Csak némi ész és rengeteg erő kellett hozzá. Jess teljesen kimerült. Minden erejét beleadta. A döntés, mielőtt nekivágtunk volna, az utolsó volt, mert ez egy mindent vagy semmit helyzet volt. Nem tudom, hogy túl fogjuk-e élni, ha ez nem működik. Miután Jessica felmászott a következő szintre, most Spenceren a sor. Ha mindketten fel tudnak oda jutni, akkor talán van esélyük a túlélésre. Spencernek is fel kellett másznia, de neki nem volt odalent senki, aki segített volna a rendszerrel. Ezért pusztán az erejére kellett támaszkodnia, hogy megoldja. Ez volt az utolsó esélyünk, nem volt más lehetőségünk. Körbenéztünk, de nem láttunk más, csak egy kör alakú helyiséget. Közben víz csöpögött ránk. Felnéztünk és észrevettük, hogy valószínűleg arra felé kell tovább mennünk. Spencer tudta, hogy a végén van egy 6 méteres mászás, szóval arra gondoltunk, biztosan ez az. Lényegében majd csak kimászunk a földből, és vége. Én mentem előre, és elkezdtem megmászni a falat. Az üreg falai úgy néztek ki, mintha ősi agyagból lennének. Azért mondom ezt, mert konkrét tengeri kagylók voltak benne. Úgy tudtál felmászni, mint pókember, az egyik kezed az egyik oldalra, a másikat a másikra tetted, és a falhoz simulva másztál. Az volt a gond, hogy nem használhattuk a felszerelést, mert nem voltak szegecsek a falban. Emiatt nem állíthattunk meg egy esés sem. Minden elég stabilnak érződött. Nem voltak ott szegecsek, szóval nem voltunk biztosak a dolgunkban. És fényt sem lehetett látni, csak a vizet. Azt próbáltuk követni kifelé. Nagyjából 6 méter magasan voltam, amikor megkapaszkodtam egy kiálló szikladarabban. Szilárdnak tűnt, ezért teljes súlyommal ránehezettem, hogy felfelé haladjak, de leestem. Az egész perem szétesett, leszakadt. Ő leesett és eltalálta a fal másik oldalát. Láttam, ahogy zuhan, és úgy tűnt, abba a lyukba fog visszaesni, ahonnan az imént másztunk ki. Ez pedig további 7,5 méterrel mélyebben volt. Nekem viszont sikerült esés közben elkapnom. Odaúztam a falhoz. Megsérült, és szűkös volt a hely. El kell tűnnünk onnan. Ez már több a soknál. Mindketten féltek, de közben idegesek is vagytok, mert ki kell találnotok valamit. Mindent elkövettél, amit lehetett, új elméleteket tesztelsz, és minden lehetséges dolgot megpróbálsz, hogy végre kijuthass innen. Beleadsz apait, anyait. Ez az esés nagyon megrázott. Nem akartam tovább menni. Nem akartam tovább csinálni. Csak várakozni akartam, féltem, megütöttem a bordám. A kezemet is rendesen bevertem, lehorzsoltam és vérzett is utána. Ezért Spencer úgy döntött, ő megy előre. Elindulok felfelé, de nem használom ezeket a kiálló peremeket, mert az nem segít. Csak az egyik lábamat az egyik oldalra, a kezemet a másikra teszem, és úgy kúszok felfelé. Egyenesen felnéztem, és megláttam egy megnyitást. Felnéztem a sisakommal a fejemen, a lámpám éppen jó helyre világított, úgy tűnt, kitágul a barlang. Ez az, végre valami. Lekiabáltam Jessnek, hogy van egy megnyitás, rendben lesz minden. Ő lent várt, mert elképesztően fázott és megsérült. De azt mondtam, hé, itt kitágul a barlang, miért nem jössz fel és hozol fel pár felszerelést? Átkúszom ezen az aprócska megnyitáson és kijutunk. Aztán sikerült neki felérnie hozzám. Ekkor már nagyjából 20 méter magasan lehettünk a levegőben. Átpréseltem magam a kis lyukon. Utána picit több helyen volt, izgatott lettem, mert felnéztem, úgy tűnt, a vízesés egy járatból jön, ami egy másik úthoz vezethet. Amikor azonban eljutottam odáig, és felnéztem, nem volt ott semmi.
Van kötelünk, karabinerek, sziklamászó felszerelés. Kikkel találnunk valamit az erőnkhöz mérten, hogy végre ki tudjunk innen jutni? Egyetlen lehetőségünk maradt, mondtam, hogy kössön csomót az egyik kötélen, aztán a másikon, tegye bele a lábát, stabilizálja magát, majd kezdje el felhúzni magát ezzel a csigarendszerrel. 45 perccel később sikerült felérnie. Neki nem volt odalent senki, aki segített volna a rendszerrel, ezért pusztán az erejére kellett támaszkodnia, hogy megoldja. Spencer tudta, hogy a végén van egy 6 méteres mászás, szóval arra gondoltunk, biztosan ez az. Megkapaszkodtam egy kiálló szikladarabban, szilárdnak tűnt, ezért teljes súlyommal ránehezettem, hogy felfelé haladjak, de leestem. Úgy tűnt, abba a lyukba esik vissza, ahonnan az imént másztunk ki. Nekem azonban sikerült őt esés közben elkapnom. Spencer úgy döntött, ő megy előre. Az egyik lábamat az egyik oldalra, a kezemet a másikra teszem, és úgy kúszok felfelé. Úgy tűnt, kitágul a barlang. Sikerült neki felérnie hozzám. Ekkor 20 méter magasan lehettünk a levegőben. Én átkúszom ezen az apró megnyitáson, és kijutunk. Amikor azonban felnéztem, nem volt ott semmi. A víz egy szűk repedésből folyt. Előre-hátra nézelődtem, és sokkolt, hogy semmi sem volt ott. Magam mögé néztem. Jess éppen akkor ért fel a szűk járaton át. Ott, ahol én is átmásztam korábban. Nincs kiút. Sikerült feljutnunk ezen a kis hasadékon, én leestem és megsérültem, de nem találtunk semmit. Ezen a ponton tehát már mindketten féltünk. Ekkor láttam először Spencer arcán is a félelmet, azt leszámítva, amikor az elején beszorult abba a lyukba. Úgy voltunk vele, hogy most akkor mihez kezdünk. Nem pánikoltam, de nem tudtam, mi jön ezután. Nem jutott eszembe semmi. Eldöntöttük tehát, hogy visszamászunk. Jól van, akkor menjünk vissza. Ott van a mi kis táborunk, vagy hívjuk azt bárminek is. Keressünk még valami éghetőt, és reménykedjünk, hogy megmentenek minket, mivel nem találjuk a kiutat innen. Amikor odalent vagy, folyamatosan folyik a víz körülötted. Azt gondolod, az emberek hangját hallod, és nem vagyok őrült, de az igazából csak a sziklák között folyó víz hangja. Azt hiszed, zenét hallasz, annyira csendes és sötét odalent, hogy megtévesztő. A tested tehát szerintem azt teszi, ami a túléléshez kell. De azt gondoltuk, tényleg hangokat hallottunk. Leértük és azt mondtuk, vár csak, megálltunk. Nem tudtuk, hogy mi ez, szóval visszatartottuk a lélegzetünket. Emlékszem, hogy vettünk egy nagyon mély levegőt. Hallottuk, hogy valaki azt kiáltja, Hello! Spencer, Jessica! A nevünket kiabálták. Megörültünk. Ez az. Elkezdtünk lármát csapni a szirénával, a síppal. Kiabáltunk, hogy itt vagyunk, itt vagyunk. Óriási megkönnyebbülés volt. Nem tudtuk, mit fogunk csinálni. Ki kellett valamit találnunk, mert közel vagyunk ahhoz, hogy ne legyen kiút, közel vagyunk a halálhoz. Hirtelen mások is vannak ide lent. Elkezdtünk ordibálni. Ők meg, hogy a fenébe mentünk fel oda? A mentőcsapatnak ki kellett találnia, hogyan tudna feljutni hozzánk és segíteni. Mi nem tudtunk csak úgy leereszkedni, szóval ijesztő volt az egész. A mentőcsapatnak pedig igazán nehéz dolga volt. A mentőcsapat megérkezése reményt ad a párnak. Ettől viszont még fáznak és kimerültek. A saját erejükből kell valahogy kijutniuk a barlangból. Nem akarták hagyni, hogy megpróbáljunk lecsúszni, mert nem éreztük a kezünket és a lábunkat. Nem tudtuk, hogy már beállt-e a hipotermia, de valójában igen. Emlékszem a nevére, Phil volt az, aki először jött fel hozzánk. Ugyanazt a kötelet használta, mint mi. Ugyanazt a mászási módszert, mint én. Feljött hozzánk egy férfi, aki megkérdezte, ki az elnök, hogy hívnak minket, adott enni, adott néhány melegítő párnát. A kötelünkkel pedig egyfajta horgonyt kreált, mivel semmi, se ő nem tudott lemenni. Az én kötelemet használta és körbetekerte vele az apró kiszögellést abban a kör alakú helyiségben. Lenyűgözött, ahogy csinálta, mert tényleg egy kör alakú szoba volt. Nem volt semmi kézenfekvő rögzítési pont. Ő azonban oda-vissza ment újra és újra. A segítségemet is felajánlottam, de annyira ki voltam hűlve, hogy csak ott ültem és reszkedtem. Ő pedig azt mondta, ne aggódjak miatta. Én és Spencer nem tudtunk neki segíteni, annyira fáztunk. Hipotermiás állapotban voltunk, csak ültünk ott és néztük, ahogyan a férfi többször is körbetekeri a kötelet egy sziklán, hogy megpróbáljunk leereszkedni.
Most én mentem le először. A biztosítási pontot használva leereszkedtem. Ez volt az első alkalom, hogy kezdtem megkönnyebbülni. A lábam végre szilárd talajon volt, és többen is vártak rám. Hárman voltak ott, és mindenki újjongott, hogy sikerült lehozniuk onnan. Jess is ugyanígy tett, végül pedig Phil is kimászott a lyukból. Megkérdeztem tőlük, hol van a kijárat, merre kéne folytatnunk. Rossz helyen vagyunk, mert azt hittem ez a kijárat. Ők pedig mondták, hogy nem, még csak a barlang felénél vagyunk. Ez még csak a fele. Örömteli, de lehangoló is volt ezt hallani, mert hosszú órák óta voltunk bent. Hosszú utat tettünk meg. Ők viszont mondták, hogy keresztül kell mennünk a vízen. Szóltam, hogy már voltam a vízben, de ott sem volt kiárat. Azt válaszolták, hogy nem, ez itt a Crutch Lake. Mondtam nekik, ez nem lehet az. Ahhoz, hogy átmenjünk, úsznunk kell. Igen, csak most egy kicsit több a víz az évnek ezen szakaszához képest, mondták. A legtöbben el se tudnák képzelni, hogy arra van a kijárat, mert zsák utcának tűnik. Tényleg olyan volt. A légmozgás nem volt logikus, és egyáltalán nem tűnt úgy, hogy arra kell menni. A mentőcsapat azt mondta, vannak száraz ruháik, de még elég sokat kell haladnunk. Addig nem kaphatjuk meg a száraz ruhákat, amíg nem mentünk át a Crutch Lake-en. Szóval még hosszú út állt előttünk. Közben folyamatosan enni adtak nekünk, de nem volt egyszerű. A testet túlélő módba kapcsol, és a gyomrod már szinte nem akarja befogadni az ételt. A következő lépés az volt, hogy átmegyünk a vízen. Újra kézre és térdre ereszkedtünk. Annyira fáztam, és annyira örültem, hogy látom őket, hogy még a víz is melegnek érződött, pedig jéghideg volt. Ez egyértelműen a kihűlés veszélyét jelentette. Gyorsan mennünk kellett. Még nagyjából 8 méterünk volt ebben a gleccservízben. Még én is azt mondtam, hogy húzzunk bele. Ez megtörtént, és végre kijutottunk, majd a srácok mondták, hogy most jön a következő ereszkedés. Előtte azonban megkapjuk a száraz ruhát. Hála az égnek, mondtam. Végre felmelegedhetünk. Elfordultak, mi belebújtunk a meleg ruhákba, folytattuk az utat, miközben ismét elkezdtük érezni a végtagjainkat. Végül emlékeim szerint este 8:30-kor jutottunk ki. Jó érzés volt, de közben tudtuk, hogy még le is kell mennünk a hegyről. Ettől viszont még hatalmas megkönnyebbülés volt. Nem érzed át, mennyire van sötét, és hogy mekkora pácban vagy, amíg nem szívsz újra friss levegőt, és annyira meleg van. Vastag téli ruhákban voltunk, de odakint meleg volt. A télből hirtelen a nyárba mentünk át. Utána elindultunk lefele az ösvényen. Elővették a szendvicseket, rágcsálnivalót, vízük is volt. Nem hittem el. Rengeteg ember volt ott velünk. Hirtelen nagyon jól éreztük magunkat. A mentőcsapat vezetője szólt, hogy hé, tudjuk, hogy most van a szülinapod. Furcsán éreztem magam, de közben csodás is volt. Az egész csapat elkezdte énekelni, hogy boldog születésnapot, miközben korom sötét volt, mindenkinek csak a fejlámpája világított egy nagy körben, és édességet és szendvicset ettünk. Klassz volt. Nagyszerű élmény volt, de zavarban voltam. Ezt a születésnapot viszont biztosan nem fogom elfelejteni. Örökre velem marad.